Üdvözlök mindenkit, most megmutatom, hogy kell elkészíteni a majonézt, ami ugye rengeteg hidegkonyhai terméknek, főként salátának az alapja. Kell hozzá, általában úgy szoktunk számolni, hogy 5-6 tojás sárgája az, ami 1 liter olajat föltesz. Én egy tálba már öntöttem 3 tojás sárgáját, pontosabban 3 tojás sárgáját beleütöttem. Na most ahhoz, hogyha valakinek nincs egy ilyen elektromos konyhagépe, amibe beletesz mindent, és magától dolgozik, és tudja önteni az olajat, akkor ugye nehéz, hiszen ez a tál elforog. Ezért csinálunk köré egy kis karámot. Elővettem azt a konyharuhámat, ami nem szép, ám de nagyon praktikus, és ezzel körbe kerítem így ezt a kis edénykét. Ennyi az egész. És már is tudok dolgozni. Benne van ugye a 3 tojás sárgája. Ehhez én teszek, miután kell egy kis kanál mustár. Tehát kell egy olyan közeg, ami majd összekapja az olajat, és nem csapódik ki. Teszek bele körülbelül, hát egy jó kis kanálnyi citromlevet, és teszek bele egy fél kis kanálnyi sót. Ezt a tojás sárgáját 4 deci olajjal ki fogom keverni. Fontos, hogy ezt az olajat, ezt ne ilyen nagyon nagy sugárban csurgassuk hozzá, csak ilyen vékony sugárban, mert ezt gyönyörűen föl fogja tudni venni, hogyha nem egyszerre adjuk hozzá. Ahogy lehet látni, szépen kezd sűrűsödni nekem. Teljesen jó. Azt nézegetem, hogy a karámom egy picit szétesem, amit gyártottam hozzá, de már is megigazgatom, hogy tudjak tovább dolgozni ugyanígy, mint eddig. Ennyi az egész. És megy bele. Változatlan a többi olaj. Békony sugárban. Ez hagyományos, sima kukoricaolaj, illetve napraforgó olaj, bocsánat, de lehet kukorica is. Amit nem javaslok, az az olívaolaj. Azt is megmondom, hogy miért. Az olívaolajnak nagyon jellegzetes íze van, és ha én például mondjuk ebből, a majonézből egy francia salátát akarnék készíteni, akkor annak milyen íze lenne már, hogyha olívaolajos a majonézem. Tehát ez így nem működik. Ennyi az egész. Ahogy tetszettek látni, szerintem nem volt 2 perc, és kész maga a majonéz. A majonézt nagyon sokszor összekeverik a majonéz mártással, ami azért nem ugyanaz. A majonézből úgy lesz majonéz mártás, hogy hozzáteszek a majonézhez 1 deci főzőtejszín, ezzel el fogom keverni, és az eredeti recept szerint ebbe a majonéz mártásba cayenne bors dukál, de én most ehelyett sima őrölt fekete borsot fogok használni. Ebből teszek bele egy csipetnyit, és miután a majonézes alapban benne volt a citrom, benne volt a mustár, ezért ő már más ízesítést nem igényel. Tehát ennyi a majonézmártás. És ezt lehet használni mindenféle saláták alapjául, illetve valamikor majd időszakítunk arra, hogy a majonézből készült mártásokat, jelesült tartármártás és egyebek megmutassam önöknek. Köszönöm a figyelmet, szép napot!